A Vajdasági Módszertani Központ 1998 óta működik Nagybecskereken, és 5 éve biztosítják a tanügyben foglalkoztatottak szakmai továbbképzését. Ezúttal a téma a tanulási zavarok felismerése és kezelése óvodás és iskolás korban. A képzésnek valójában az a célja, hogy az óvónők, a tanítók és a tanárok is olyan tudást sajátítsanak el, olyan gyakorlati példákat ismerjenek meg, illetve olyan műhelymunkában vegyenek részt, ami a mindennapos gyakorlatban alkalmazható lesz, hogy a lehető legtöbb gyereknek segíteni tudjanak. Az osztálytanítók és az óvónők is szívesen veszik az ilyen lehetőségeket, hisz mindannyian azt vallják, nekik is fontos a tanulás, a továbbképzés. Nagyon fontos, hogy felismerjük azt a szintet, szóval, hogy mi az a határ, amikor már kell valamilyen eszközöket még használni, bevetni valamilyen módszereket. Ezért nagyon hasznos, és egy ilyen szeminárium, hogy felismerjük először is ezeket a hiányosságokat esetleg a tanulóknál. Eléggé kevés tapasztalatom van ezen a téren, viszont minden nap találkozunk olyan gyerekekkel, akiknek szükségük van, vagyis tanulászavaraik vannak és szükségük van a mi segítségünkre, és sokszor nem tudtam, hogy reagálni, hogy megoldani ezeket a szituációkat, és ezért gondolom, hogy ez a szeminárium nagyon hasznos lesz a számomra, mert hogy először vagyok ilyen szemináriumon. A központ megkülönböztetett figyelmet szentel az anyanyelv megőrző munkára is, így a gyerekek számára ilyen jellegű órákat is tartanak. Teszik ezt annak érdekében, mert a szülőföldön való megmaradást csak a magyarként való megmaradás víziójában tudják elképzelni.